Farkasné Kolonics Ildikóval folytatjuk, és Bánhegyi Nékán Mariannal. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Mi is örülünk, hogy itt lehetünk. Na hát itt a tavasz, és szépségápolásról fogunk beszélgetni, leginkább a fenntarthatóság jegyében. Honnan is kezdjük ezt a hát nagyon tág témát? Ketten jöttünk el, mert nagyon jól kiegészítjük egymást. Igen, nekünk egy naturkozmetikum manufaktúránk van, olyan naturkozmetikumokat csinálunk, ami a beltartalom mellett a csomagolás is a fenntarthatóság jegyében tervezte meg. Úgyhogy gyakorlatilag minden termékünk vagy lebomló papírcsomagolásban van, vagy pedig üveg olyan csomagolásban, ami visszaválható, mi tisztítjuk és újra töltjük. Én ugye a Napvirág manufaktúráról van szó, igen, ami kezdetben egy családi ház alsó szintjéről indult. Igen. Igen. Én foglalkozok a marketing részével, az értékesítéssel, és a nővérem pedig a receptúrákkal, a beltartalommal és a gyártással. Tehát itt azért több funkciós dolgokról van szó, hogyha jól értem, akkor egyrészt ugye, tehát szépségápolás és az egészség megőrzés is a fő célja ezeknek, a fenntarthatóság, tehát hogy ez valamilyen formában zölden történhessen meg. Mik azok a főbb alapanyagok, amiket a leginkább használnak? Hát a természetben önmagukban előforduló alapanyagokat használjuk csak. Tehát nincsen benne szintetikum, nincsenek benne hozzáadott, ami esetleg a technológiát segítené, hozzáadott anyagok, és szó szerint növényi részeket használunk, vagy agyagokat, illetve olyan olajokat, amiket hidegen préselnek. Hoztam egy pár alapanyag mintát, például a lilium olajat, az illóolajaink is olyanok, akár a rozmaring illóolaj, azt is növényekből nyerik. Színezékeket így az asztalra tettem, ami rozmaring, illetve narancshéj, körlemény, agyagok, és hát növényi részek, ami gyakorlatilag a kertben megterem, levendula vagy a rózsaszírom. Igen, ez azért is kérdeztem, mert egy pici próbálom a témát közelebb hozni a hölgynézőinkhez, hogy tudjuk is azt pontosan, hogy végül is mi szükséges mondjuk az arcbőrnek, vagy tényleg a szépségápolás alapvető pontjainak működtetéséhez a mindennapokban, mert sokszor az van, hogy bemegyünk csak egy boltba, leemelünk egy arckrémet, de hát aztán nem biztos, hogy megnézzük, hogy mi van benne, nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen alkotóelemeket tartalmaz. Tehát itt a szépségápolás terén mik azok a növények, vagy növényi alapanyagok, amiket leginkább kell használnunk azért, hogy megőrizzük mondjuk az arcbőrünknek az épségét, szépségét. Hát sok olajos magból nyerünk, ugye benne van a nevében is, hogy olajos mag, sárga barac magolaj, vagy málna magolaj, fekete ribizli olaj, a hétköznapibb olívaolaj, illetve a napraforgó olaj mellett, akár ricinus olaj is lehet, ezek mind olyan vitaminokat tartalmaznak, ugye, amit az előállításukor, a préseléskor nem éri őket, vagy azokat, tehát eredeti formájukba visszük föl az arcbőrre, és még ami fontos, hogy valóban a vásárláskor olvassuk el azt, hogy mit tartalmaz az a termék. Azt szokták mondani, hogy minél több összetevő van egy krémben, annál biztosabb, hogy esetleg olyan összetevője is van, ami nem biztos, hogy szükséges az arcbőrünk. Igen, ezt szokták mondani, ez úgynevezett ilyen parabén, meg nem tudom, igen, milyen származékokat, nem, igen, vagyok szakértő a témának, de ezt már nagyon sokat hallottam, hogy olyan tartósítószer, ami nem jó. Most azon kívül, hogyha így használjuk a szépészeti kozmetikumokat, akkor ezek nyilván fenntarthatóak, tehát a zöld mindennapokhoz járulnak hozzá. De mondjuk az egészségünk szempontjából mi a jelentősége annak, hogy ezek a tartósítószerek mondjuk kimaradnak a kozmetikai szerekből, amiket használunk, hogy csak is kizárólag természetes dolgokat viszünk föl a bőrünkre. Tehát ez hogyan járul hozzá mondjuk az egészségünkhöz? Tehát sokkal fontosabb az egészséget megőrizni, mint később a betegséget gyógyítani, ugye az kétes kimenetelű.
és hát ezért fordulunk újra a természethez, illetve hát most ez egy trendi dolog, hogy a természetes összetevőket használjuk, illetve a csomagolás is fontos, hogy mit hagyunk majd magunk után, mit hagyunk egy kiüresedett tégely szempontjából, hogy az most kidobódik, vagy ugye elégetik, általában megy a légkörbe, vagy üvegbe csomagolódik, amit újra, hát gyakorlatilag a végtelenségig lehet használni. És mi ezt a kettőt azért kombináltuk. Igen, és itt az asztalon vannak is dolgok, amiket megmutattok. Például ez üvegben van az összes alapanyag. Rózsaszírom, igen. Ez rózsaszírom. Ez most azért dekorációs célt szolgál ebbe a pillanatban, így ebbe a formában, mert azért nagyobb mennyiséget használunk fürdőgolyókba, illetve fürdősóba. Hát illata is van magába a megszárított rózsaszíromnak, ugyanúgy, ahogy a levendulának is, tehát hozzásegít azért a használatához, illetve az élmény részéhez. Ebből ez gyakorlatilag a kertbe terem, és, vagyis hát nő, és leszedjük, megszárítjuk, és így használjuk ugyanúgy, ahogy a mögötte lévőket. Az egyik például rózsaszín agyag, az is az önmagába előfordul a természetbe. De ezeket most a polcról vettem le, a műhelyünk polcráról, és elhoztam, hogy gyakorlatilag ott hever a lábunk alatt minden, vagy hát a környezetünkben, amiket használhatnánk. Ott a porok formájában is látunk valamit, azok micsodák? A zöld színű az a rozmaring, ami szintén a kertünkbe terem, és leszüreteljük, megszárítjuk, és utána porítom darálóba. A sárga, az pedig narancshéj, az is használat után letisztítva, a használat után ugye megesszük a gyümölcsöt, de megmarad a héja, és megfelelő eljárással, alapossággal porítva kerül. Szintén színező anyag, de illata is van, hát azt a tévén keresztül most nem tudjuk közvetíteni. De én alátámasztom ezt meg. De hát finom illata van. Itt most már a beszélgetésünk vége fele közeledünk. Szeretnék kérni néhány nagyon egyszerű, használható tanácsot arra nézve, hogy a mindennapos szépségápolásban a hölgyeknek, lányoknak, asszonyoknak mit tanácsolnak? Mi az, amire mindenképp nagy hangsúlyt kell fektetni, mondjuk a bőrhidratálása szempontjából? Hát a natúrszappanok nem szárítanak, tehát az első ugye a tisztálkodás, ami mindennapos feladat, az, hogyha valaki ezt előtérbe helyezi, akkor már kevesebbet kell hidratálni, és hát elég fontos lehet, ugye vannak hidratáló készítmények, de ha csak az alapot vesszük, az olívaolaj, ami szinte minden háztartásban már jelen van. Az is olyan, hogy akár mosakodás után nagyon vékonyan feltéve el is tűnik a bőrbe, illetve nekünk is nagyon sok készítményünk olívaolaj alapú, ez az extra szűz olívaolaj, ami hidegen préselt, és rengeteg vitamin van benne, ugye a meleg eljárásra azért a vitaminok elvészhetnek. Ezek lehet teákat főzni, akár otthon is, gondolok itt vagy a rozmaringra, vagy a levendulára, ezek mind fertőtlenítő, vagy frissító hatások. Belsőleg is jó, illetve külsőleg is, ugyanúgy lemosókba, arclemosókba, aromavizeket is forgalmazunk, amiknek azért több hatása is lehet, mert ugye többféle aromavíz van, de a legtöbbjük azért fertőtlenítő hatású, a tisztító hatáson, vagy tonizál éppen egy rozmaring aromavíz, tehát minden növénynek van hatóanyaga, és ott van a közelünkben. Hol találkozhatunk önökkel, hogyha valaki még többet szeretne megtudni? Webáruházunk van, és a napvirág.hu néven szerepelünk a webben. Meg nagyon sok csomagolásmentes boltba az ország különböző területein. Ugye pontosan az a célunk, hogy az a beltartalom mellett a kül tartalom se ártson a környezetnek. Tehát csomagolásmentes boltokban, ahova is vissza lehet vinni a már felhasznált termék csomagolását, az üveget. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük nagyon.